Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Május 10-e van, az árminok és a pálmák ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei címszavakban. Az egységes választói névjegyzékkel kapcsolatos módosító indítványokról vitázik a szerbiai köztársasági parlament. Korszerű határátkelő helyet építenek Szerbia és Magyarország között, jelentette be Szijjártó Péter. Hamarosan felújított székházat kap a hódegyházi Szent István király hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesület. Nem lesz idén nagy választék az itteni termésű idény gyümölcsökből a piacokon a szélsőséges időjárás miatt. Módosíthatják a választási törvényt Szerbiában. A fő változás arra vonatkozik, hogy azok a választópolgárok, akik 2023. július 3-a után változtattak lakhelyükön, nem szavazhatnak új lakcímükön a közelgő helyhatósági és belgrádi választásokon, amennyiben a képviselők elfogadják a módosító indítványokat. Megkezdődött a köztársasági parlament ülése, amelynek napirendjén többek között az egységes választói névjegyzékről szóló törvénymódosítása is szerepel. Ma még nem szavaznak a képviselők. A képviselőcsoportok a napokban állapodtak meg az önkormányzati választásokról szóló törvény módosításáról, amely előírja, hogy az elmúlt 11 hónapban lakóhelyet megváltoztató állampolgárok nem szavazhatnak új lakcímükön. A törvény módosítását 37 képviselő javasolta. Zorán Lutovac, a Demokrata Párt köztársasági parlamenti frakció vezetője, a törvény módosításról szólva azt mondta, hogy azok a kormány és az ellenzék közötti megállapodás eredményei és előrelépések jelentenek a választási feltételek javítása terén. Radomir Lazovics, a Zöld Baloldali Front Ne folytogassuk Belgrádot képviselőcsoport köztársasági parlamenti képviselője szerint ezzel a törvénymódosítással megakadályozhatók az esetleges választási visszaélések és a szavazó polgárok úgynevezett választási migrációja és turizmusa. Dakle, smatram da je jedan ovakav zakon neophodan, kako bi se odgovorilo na jedan od velikih problema koji smo imali 17. decembra, a to su izborne migracije, to je izborni turizam, to je dovođenje ljudi iz drugih gradova da glasaju na lokalnim izborima, pre svega u Beogradu. Dakle, ovim zakonom u dobrom delu se smanjuje ta mogućnost. Tehát az esetleges törvénymódosítás értelmében a 2023. július 3-a után lakóhelyet megváltoztatók nem az új lakóhelyükön, hanem a régin szavazhatnak. Milenko Jovanov, a Szerb Haladó Párt köztársasági parlamenti frakció vezetője, még a parlamenti ülés előtt azt nyilatkozta, hogy képviselő csoportjuk úgy véli, az egységes választói névjegyzékről szóló törvény módosításai szükségtelenek, és felelőtlenül javasolták ezeket, de bejelentette, hogy támogatni fogják őket az ellenzéki pártokkal kötött megállapodásnak megfelelően az ország stabilitása miatt. A parlamenti vita során a Dragan Markovics Palma, egységes Szerbia képviselő csoportja is hasonló álláspontot hozott fel. A törvénymódosítási javaslattal a hatalmi koalíció javította a politikai párbeszéd kultúráján, emelte ki Risto Kostov, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjas Párt, Szolidaritás és Igazság képviselőcsoport köztársasági parlamenti képviselője. Dogovor, koji smo prethodnih dana postigli, predstavlja nesumnjivo demokratski iskorak u političkom životu Srbije. Postigli smo ga zahvaljujući ustupku opoziciji, svesni da ćemo nekim građanima Republike Srbije, koji su iz nekih drugih ličnih, životnih razloga, a ne da bi uticali na rezultat izbora, promenili prebivalište u posljednjih 11 meseci, otežati, ali ne i onemogućiti put do birališta. Szerbiában június 2-án tartják a helyhatósági választásokat Belgrádban és túlnyomó részt a vajdasági önkormányzatokban.
Az Európai Unió a legnagyobb békeprojekt a kontinens történelmében, jelentette ki Alexander Vučić az Európa nap alkalmából tartott ünnepélyes fogadáson tegnap. Hozzátette, hogy Szerbia számára a legfontosabb a béke, az élet megóvása, valamint a fiatalok jövőjének megalapozása. Az elnök megköszönte a beruházásokon keresztül nyújtott uniós segítséget. Úgy fogalmazott, az EU a legnagyobb beruházó, nélküle sok közműhálózati, oktatási és tudományos projekt nem jöhetett volna létre. Emmanuel Joffre, az EU-szerbiai küldöttségének vezetője kijelentette, az EU teljes mértékben támogatja Szerbia polgárait abban, hogy mielőbb csatlakozzanak ahhoz a nagy európai családhoz, amelyhez egyébként is tartoznak. Az előző hetekben tapasztalt áremelkedéshez vagy éppen stagnáláshoz képest mától olcsóbb az üzemanyag Szerbiában. Egy héten át az eurodízel literje 203, a benziné pedig 199 dinár lesz, ami azt jelenti, hogy a gázolaj 2, a benzin pedig 3 dinárral olcsóbb az elmúlt hét áraihoz képest. Az új árak 15 órától érvényesek. Napelem park, valamint kőolaj és kőolaj származékok feldolgozására szolgáló létesítmények építéséről szóló megállapodást írt alá két kínai céggel Dubravka Djedović Handanović, szerb energia ügyi miniszter. A beruházások értéke 2,7 milliárd euró. Szerbia az egyik kínai partnerrel Smederevóban épít kőolaj feldolgozó és kőolaj származékokat gyártó üzemet. Az illetékes miniszter bejelentette, hogy az új létesítmény megfelel az Európai Unió legszigorúbb technológiai és környezetvédelmi előírásainak, és 700 új munkahelyet is biztosít. A másik kínai céggel Szerbia a megújuló energia területén történő együttműködésről kötött megállapodást, amelynek megfelelően egy 1 gigawatt teljesítményű napelemgyárat és egy 200 megawatt teljesítményű napelem parkot építenek majd Paracsimban. A napelemgyárból az elkövetkező 3 évben 180 munkást alkalmaznak, a beruházás tervezett összege pedig 30 millió euró. Srbija je već pokrenula projekat izgradnje novog naftovoda između Srbije i Mađarske, kojim ćemo osigurati još jedan pravac snabdevanja sirovom naftom, a izgradnja ovog postrojenja u Smederevu doprineće smanjenju energetske zavisnosti, ali pre svega i povećanju našeg bruto domaćeg proizvoda, ali i jačanju naše energetske nezavisnosti. Korszerű határátkelő helyet építenek Szerbia és Magyarország között, jelentette be Szijjártó Péter közösségi oldalán tegnap este a kínai elnök magyarországi látogatásának első munkanapját követően. Több sikeres tárgyalást folytattak a delegációk, amelynek köszönhetően több megállapodást is aláírtak, mondta a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó kiemelte, szerbiai és kínai partnereikkel közösen megkezdik Európa legmodernebb határátkelőjének kiépítését, illetve a két ország közötti kőolajvezeték kiépítésén is dolgoznak. Közösen Szerbiával és a kínai partnereinkkel megkezdjük Európa legmodernebb, legnagyobb, legbiztonságosabb és leggyorsabb forgalmi irányítását, átengedését biztosító nagy határátkelőhely megépítését Magyarország és Szerbia között. Ugye a Röszkei autópálya határátkelő rendkívüli mértékben leterhelt, sajnos mindannyiunk számára ismerősek a képek a hosszú kamion vagy autósorokról. Szeretnénk, hogyha ez már nem így lenne a jövőben, nem kellene hosszú órákon, napokon keresztül várakozniuk sem a személy, sem a teherforgalomban résztvevőknek, így Európa legmodernebb határátkelő helyének építésébe szeretnénk majd belevágni. Végezetül pedig közösen készítünk elő egy energiainfrastruktúrát fejlesztő beruházást. Magyarország, Szerbia és a kínai partnerek közösen annak a lehetőségét vizsgáljuk meg, hogy milyen módon lehetne a lehető leggyorsabban kőolaj vezetéket építeni Magyarország és Szerbia között, hozzájárulva ehhez mindkét ország és ezáltal a térség energia ellátásának biztonságához.
Hamarosan felújított székházat kap a Hódegyházi Szent István Király Hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesület. A helyiek összefogással igyekeznek szebbé tenni az épület körüli területet, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb elkezdődhessen a felújítás. Az épület számos eseménynek, összejövetelnek tud majd helyet biztosítani. Ez csak egy a Csóka környéki fejlesztések közül. Csókán egy összetartó hívő közösség él. Az elmúlt időszakban önerőből és a hívők támogatásának köszönve számos beruházás megvalósult. Egy új futószőnyeget vásároltunk, amely a templom főbejáratától egészen az oltár répcsőig húzódik, valamint a hívők adományából szintén sikerült egy új csillárt felszerelnünk. Felújítottuk a keresztelő tálunkat is, amely vörösmárványból készült, valamint szintén a hívőknek köszönhetően sikerült felújítanunk 3 festményt. A személygyűjtés is fejlődik a településen, ugyanis egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot. Az elmúlt hónapokban több mint 70 újabb család kezdett el élni a lehetőséggel. Itt vannak veszélyes frakciók is, amit befogadunk, tehát a motorolajtól kezdve izzókon, számítógépeken, háztartási gépeken keresztül be tudjuk fogadni az udvarba, de emellett minden olyan kommunális hulladékot, amit egyébként is a két kukás rendszerben szelektálnak, ide bejöhet az udvarba. A környező falvakban is számos beruházás valósult meg. Például ilyen a Tisza-Szent Miklóst és Hódegyházát összekötő útszakasz is, amely 3,5 kilométeren át új aszfalt burkolatot kapott. Utóbbi településen a Szent István Király Hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesület egy székházra tett szert. A munkálatok még nagyon az elején járnak. Egy közösségi házat akarnánk, ahol helye lenne a Szent István királynak, a VMS-nek és a Lila Akác Hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesületnek, ahol bírnánk a tevékenységünket meg, hát hogy belaknánk. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, a beruházások sokoldalúak, viszont egy közös van bennük, az pedig a magyar emberek összefogása. Azért Bánátban a magyarságot megőrizni sokkal-sokkal nehezebb, és nem mástól várják a megoldást, hanem közösségi munkával, összefogással valósítják meg ezeket az eredményeket. Úgyhogy a tömbben élők, mi a tömbben élők sokat tanulhatunk a szorványban élő magyaroktól. A művelődési ház illetékesei bíznak abban, hogy a munkálatok hamarosan kezdetét veszik. Sor kerül többek között a tetőszerkezet cseréjére és megemelésére, a vizes blokk kialakítására és egy konyha építésére is. Nézzük a híradó további témáit. Jótékonysági sportnapot és koncertet szerveznek a Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium udvarán. Kialakult a második és harmadik számú labdarúgó európai kupasorozat döntőseinek névsora is. Azonnal megyünk tovább, előbb azonban hallgassuk meg, mi lesz ma a közügyekben. Loboda Árpád, tiéd a szó. Köszönöm, Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit. Lehet, hogy Kishegyes Szerbia egyik legkisebb önkormányzata, de itt épült meg a Belgrád-Budapest vasútvonal egyik legnagyobb viaduktja. A vasútvonalnak köszönhetően pedig újra karnyújtásnyira került mindkét főváros. A közügyekbe először annak nézünk utána, hogy milyen fejlesztéseket valósítottak meg az elmúlt időszakban. Majd arról lesz szó, hogy mi lesz azzal a területtel, ami 46 évig adott otthont a szabadkai szeméttel. A szép idővel megjelentek a bosszantó, vérszívó rovarok és más csúszómászók is, ma a kullancsokra és az általuk terjesztett betegségekre, és természetesen a védekezésre hívjuk fel a figyelmet. Ezen kívül körbenézünk az ingatlan piacon, és ajánlok egy jó könyvet is. A híradó után várom önöket, tartsanak velünk. Köszönjük szépen! Lemondott a Kishegyesi Községi Képviselőtestület elnöki tisztségéről Juhász Bálint. A tartományi parlament elnöki posztja betöltése okán döntött a lemondás mellett, habár erre a törvény nem kötelezte. Hangsúlyozta, politikai és erkölcsi felelősségének érezte ezt a lépést, ugyanúgy, mint a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetői tisztségéről való lemondást. A Kishegyesi Községi Képviselőtestület elnökének egyhangulag Zvitko Nikolettát választották, aki az első női tisztségviselő ezen a poszton.
Képviselői mandátumomról is lemondtam, és helyemre dr. Kurin Ákos került be képviselőként erre a rövid időszakra. Én csak azt szeretném, hogy a június 2-án megtartásra kerülő választásokat követően is bekerüljön dr. Kurin Ákos a kísérési képviselőtestületbe, hiszen 17-dik a Vajdasági Magyar Szövetség kísérési községi önkormányzati választási listáján, és ez alapvetően egy jó eredménynek számítana. Szeretném elmondani, hogy mindenki, aki változást szeretne ebben a községben, ha szeretné, hogy valahogy picit másként menjenek a dolgok, azok szavazzanak a Vajdasági Magyar Szövetség listájára. Legalább 4-5 olyan jelöltünk van, aki polgármester lehet ebben a községben. Sikeres évet zárt a Magyar-Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ. A már 14 éve működő intézményben akkreditált képzéseket szerveznek felnőtteknek, de gyermekek számára is vannak programok. Tavaly nagy számú résztvevővel 832 eseményt sikerült megvalósítaniuk. A központ kiemelten fontosnak tartja, hogy az események magyar és szerb ajkú érdeklődők számára is elérhetőek legyenek. Az intézmény nagyon-nagyon fontos, nem csak a pedagógusok számára, hanem az egész közösség számára. Magyar-Kanizsa önkormányzata minden évben, de az elmúlt 4 évben talán még jobban érzékelhetővé tette, hogy mekkora segítséget és odafigyelést nyújt a pedagógusoknak, mind az intézmény finanszírozásában, működtetésében, a modernizálásban, az eszközök beszerzésében, de ugyanakkor jelentős összeggel támogatja a község oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok a további képzések terén. Nem lesz idén nagy választék az itteni termésű idénygyümölcsösökből a piacokon a szélsőséges időjárás miatt. Most még eper hegyek tornyosulnak a szabadkai tejpiacon, de ezek csak azonnali fogyasztásra alkalmasak, mert az eperültetvényeket kiadós csapadék érte, és a gyümölcs rothadásnak indult. A cseresznye, a medgy, a kajszi, baracka, szőlő és a körte java pedig sok gyümölcsösben elfagyott, mondják az északbácskai termelők. A cseresznye kilója például 350 dinár. Már a cseresznye is megjelent a piacon. A dolgok jelenlegi állása szerint az idei tavaszi hosszú szárazság és a késői esőzések nem tettek jót a gyümölcsöknek. A cseresznye túl korán virágzott, így a termés minőségét és mennyiségét ez nagyban befolyásolja. Míg a gyümölcstermesztők esőért fohászkodtak, sütött a nap, vagy komoly fagy volt. Az eső egy hónap késéssel érkezett, így az a cseresznye, ami nem fagyott el, vagy lepotyog, vagy kirepedezik. Ez azt jelenti, hogy kevés lesz belőle a piacokon, és drága lesz. De sok más gyümölcsel is hasonló a helyzet a fagykárok miatt. A szőlő az nagyon látta kárát, mert az első fürdők mind lefagytak. Úgyhogy nagyon kevés lesz szőlünk, de nekünk rengeteg van egy 2000 tő. Úgyhogy 3-4 hónapig hordom a saját szőlőmet ide az asztalra. Úgyhogy abból nagyon kevés lesz. Nekünk lefagyott a kajszi barack, abból nagyon-nagyon kevés van. A nagy hőmérséklet ingadozás rossz hatással volt az őszi barackra, almára és sárga barackra egyaránt. Az északbácskai homokvidéken pedig a szilva java is elfagyott. Királyhalom területén a sárga barack az, ami teljesen mondhatjuk, hogy 99%-os fagykárt szenvedett. A többi gyümölcs, úgy az alma és a barack termésekben bizonyos területeken, főleg a határmenti részeken minimális fagykár érzékelhető, a többi területeken gyakorlatilag nem érzékeltünk fagykárt. A szakértők becslése szerint Szerbiában a gyümölcsök csak nem 30%-a semmisült meg a tavaszi fagy miatt, de nem mindenhol drámai a helyzet. Engem nem ért a fagykár. Amikor volt a fagy, ahol a kollégáknak is soknak elfagyott a szőlője, meg gyümölcs is elfagyott, nálam akkor se volt. Egy néhány levelet találtam, zsenge levelet, ami még akkor hajtott ki, de az sem fagyott el, hanem csak így a széle megfeketedett, tehát az végül is az fagy, de kárt nekem nem csinálta a fagy. Ennek nyilvánvaló az is egyik oka, hogy én sokkal magasabban vagyok, mint a többiek. Még mindig eperhegyek tornyosulnak a szabadkai tejpiacon, kilója már 160 dinárért megvásárolható, mert a napokban hullott csapadék miatt az eper rothadni kezdett, így már nem sokáig lesz belőle a pultokon. Megjelent viszont a behozatali görögdínje, egyelőre borsos áron, kilójáért 150, de akár 350 dinárt is elkérnek az árusok.
A palicsi nagy sikerű vajdasági bemutató után Hajdújáráson is sokan összegyűltek, hogy megtekintsék a Most vagy Soha című nagyszabású magyar történelmi kalandfilmet. A Petőfi Sándorról és az 1848-as forradalomról szóló történetet a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Vándormozi szervezése jóvoltából tekinthették meg az érdeklődők. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a vetítés előtt elmondta, a film története arról tanúskodik, hogy nekünk magyaroknak tudnunk kell megfogalmazni a céljainkat, és össze kell fognunk azok megvalósítása érdekében. A filmből nagyon-nagyon szépen látszik az, hogy az 1848-as forradalom hősei mennyire különböző emberek voltak, és mennyire mást gondoltak az élet működéséről, különböző kérdésekről. Ennek ellenére össze tudtak fogni a magyar szabadság kivívása érdekében. Nekünk is ma az a feladatunk itt 2024-ben, hogy össze tudjunk fogni, és hogy meg tudjuk azt mutatni, hogy itt Vajdaságban a magyarság politikai értelemben még egy számottevő közösség, de hát ezt nem elég, hogyha mi magunk tudjuk. Nagyon fontos az, hogy ez a június másodikai választásokon is megmutatkozzon annak érdekében, hogy akár itt Hajdújáráson, meg Szabadka más településein, vagy bárhol máshol azt, amit mi fontosnak tartunk, amit a helyiek fontosnak tartanak, azt meg tudhassuk valósítani. A Színházi Kritikusok Céhe életműdíjának idei kitüntetettje Hernyák György, Jászai Mari díjas rendező, az Újvidéki Művészeti Akadémia nyugalmazott tanára volt a vendége a Szekeres László Alapítvány csütörtök esti eseményének, amelynek a Dohogó ember és szemérmes rendező címet adták. Az est moderátora Husnyák Andrea, a Szabadkai Gyermekszínház és a Pannon RTV munkatársa volt. A rendező legújabb szakmai kitüntetéséről, a magyar színházművészet jövőjéről kialakított képéről, valamint karrierjének legmeghatározóbb pillanatairól beszélgetett. Volt egy osztályom 8 évvel ezelőtt, ők kértek meg, pontosan megkérdezték, hogy tanár úr, hány jó előadást csináltál? És akkor én összeírtam. Most vagyok a 114-nél, 5-nél. És akkor összeírtam, és van egy 20 környékén, amivel meg vagyok elégedve. Van egy tizenvalahány, amire azt mondom, hogy na, ezt legszívesebben letagadnám, mert ilyen is van, és van 70 pár másik, amire azt mondom, hogy hát ő nem volt zseniális, de elment a közönség, vagy szerette, vagy nem szerette. Én azt gondolom, hogy én vagyok a legszigorúbb kritikusom, magamnak vagyok kritikusa. Ugyanis tanárom mindig azt mondta, hogy ápoljuk magunkba az önelégedetlenséget. Hát ezt én megpróbálom. A Magyar Teátrumi Társaság tagja lett a Szabadkai Népszínház. A színházi érdekeket képviselő legnagyobb magyar és közép-európai szervezet 2008-ban alakult. Felkarolja a magyar nyelvű színházi kultúra és előadó művészet határokon átívelő ügyeit, és szakmai támogatást nyújt tagjainak. Évről évre számos nagyszabású rendezvényen és fesztiválon népszerűsíti a nemzeti színjátszást. Milos Nikolitja, a Szabadkai Népszínház igazgatója kiemelte, nagyon fontos a Magyar Teátrumi Társasággal való együttműködés, hiszen új lehetőségeket nyújt számukra. Új együttműködések jöhetnek létre magyarországi színházakkal, amik kreatív tapasztalat és forrás cserét eredményezhet. A hétfőn tartott éves közgyűlésen a Szabadkai Népszínházat Vencel Valentin, a Magyar Társulat művészeti vezetője mutatta be. Olyan vajdasági középiskolákat, egyetemi karokat és önkormányzatokat tüntettek ma ki Újvidéken, amelyek tavaly aktívan részt vettek az önkéntes véradás népszerűsítésében. Az ünnepélyes díjátadásra a Véradók Nemzeti Napján került sor a tartományi képviselőházban, a Vajdasági Vöröskereszt és a tartományi illetékes titkárság közös szervezésében. Egyebek mellett nagybecskereki, szabadkai és újvidéki középiskolák és egyetemi karok részesültek kitüntetésben. A Szabadkai Egészségügyi Középiskola véradással kapcsolatos népszerűsítő munkáját első alkalommal tüntették ki. Svako voli da bude prepoznato ono što radi i ja ispred moje škole i đaka, njih je 650 i 100 nastavnika, mi smo i podružnica Crvenog krsta Subotice, naravno da nam znači da dobijemo, to nije samo taj komad papira na koji će tamo negde možda skupi prašinu, to je jedan znak da smo na dobrom putu i da ne treba da odustanemo.
Az oktatási intézmények mellett a palánkai, az indiai és a törökbecsei önkormányzatok igyekezetét is elismerték az önkéntes véradás népszerűsítése terén. A díjakat az alapján ítélték oda, hogy mennyi vérettséget gyűjtött össze egy adott önkormányzat a lakosainak számához viszonyítva. Davaoci krvi su pravi heroji našeg društva. Njihova hrabrost i humanost svakodnevno donosi nadu i spas mnogima. Davalaštvo nije samo gest dobrote, već i čin ljubavi prema bližnjima i čitavoj zajednici, tim pre jer krv najčešće dajete nekome koga ne poznajete. Neka nam današnji dan bude podsjetnik da je svaka kap krvi dragocena, da je naša dužnost podržati ovu plemenitu misiju. Hvala svim davocima krvi na njihovoj velikodušnosti i predanosti. A tartományi szociálpolitikai, demográfiai és esélyegyenlőségi titkárság tavaly 75 millió dinárral támogatta a Vajdasági Vöröskereszt munkáját. Jótékonysági sportnapot és koncertet szerveztek a Szabadkai Svetozár Márkovics gimnázium udvarán. A rendezvényt Mirjana Krinajski támogatásáért szervezték, aki az intézmény egyik diákjának az édesanyja. Az anyuka autoimmun betegségben szenved, aminek első tüneteit még 2008-ban vette észre kettős látás formájában. A jótékonykodó diákok és szüleik minimum 200 dinárral járulhattak hozzá külön-külön a programokhoz. A résztvevők kosáradobásban, szkanderezésben, sakkban és büntetőrúgásban mérethették meg magukat. A befolyt összeget a család kapja meg. Nagyon tetszik az esemény, nagyon jó a hangulat. Meg kell, hogy dicsérjem a szervezőket, nagyon szépen megszervezték ezt az eseményt. Én személy szerint fontosnak tartom azt, hogy a tanulókban kifejlesztünk egy ilyen humanitárius, emberség és együttérző érzéseket, és örülök, hogy ilyen szép számba összejöttek a tanulók. A gimnázium egyik diákjának édesanyjánál, Mirjanánál az orvosok a betegséget még 2010-ben diagnosztizálták, viszont a terápia, amit kapott, nem hozott eredményt. Tászjamo humanitárnu akció, povodom majke naše učenice maturantkinje Mirjane. Cilj je da skupimo sredstva, sredstva su skupljene u ovu cijelog rada, mi smo uzeli učešće u tome. Sportska akcija đaka, đačkog parlamenta i đaka koji imaju par sportskih takmičenja i ulaz je bilo 200 dinara. Az anyukának 6 millió 800 ezer dinára lenne szüksége összesen, hogy külföldön kezeltetni tudja magát és lassítsa a betegség lefolyását. Az adományokat továbbra is várják a 3030-as telefonszámra SMS formájában, amiben a 1652-es számot kell küldeni, vagy a budihuman.rs weboldalon megadott számlaszámra lehet utalni. Kialakult a második és harmadik számú labdarúgó európai kupa sorozat döntőseinek névsora is. Az Európa Ligában miután a Bayer Leverkusen 2-2-es döntetlent játszott a Róma együttesével, bejutott a döntőbe, míg a végső győzelemre esélyes Liverpoolt búcsúztató Atalanta simán 3-0-ra győzött a Marseille ellen, és csatlakozott a német csapathoz a fináléba, amelyet május 22-én tartanak a dublini Aviva stadionban. A másik európai kupa sorozatban is kialakult a döntősök mezőnye. Az Olimpiákhoz kettős győzelemmel az angol Aston Villa felett jutott be a fináléba, és csatlakozott az olasz Fiorentinához, amely már szerdán kiharcolta részvételét a Bruges ellen. Az Európa Konferencia Liga döntője május 29-én lesz Athénban, az Hagia Szófia stadionban. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Az egységes választói névjegyzékkel kapcsolatos módosító indítványokról vitázik a szerbiai köztársasági parlament. Korszerű határátkelő helyet építenek Szerbia és Magyarország között, jelentette be Szijjártó Péter. Hamarosan felújított székházat kap a Hódegyházi Szent István Király hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesület. Nem lesz idén nagy választék az itteni termésű idény gyümölcsökből a piacokon a szélsőséges időjárás miatt. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon Televízióval, hisz rövidesen kezdődik hírháttérműsorunk a közügyek. Híradóval legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!